2018-ban valamivel több mint 5400 tonna dohány termett Magyarországon, ez 20%-kal marad el az egy évvel korábbi termés eredménytől. A mezőgazdaság problémái, mint az időjárási viszontagságok és a munkaerőhiány itt is nehézséget okoz. A két évvel ezelőttihez képest 2018-ban kisebb termőterületen rosszabb dohánytermést takarítottak be a gazdálkodók, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének termelési jelentése szerint. Az érdekképviseleti szervezet adatai alapján Magyarországon 2018-ban 3253 hektáros termőterületen 5448 tonna dohány termett, ami 20%-kal marad el a 2017-es 6802 tonnás termés eredménytől, amelyet összesen 3380 hektáros területről takarítottak be. Az átlag termés hektáronként 1,67 tonna volt, szemben a két évvel ezelőttihez, ami a 2 tonnát is meghaladta. A Virginia fajta csoport 2593 hektáron 4369 tonnát termett, ami hektáronként 1,68 tonnás átlagtermésnek felel meg. A Burleyt 660 hektáron termelték, az 1079 tonnás össztermés hektáronként 1,63 tonnás átlagot jelentett. A Virginia termőterülete 95, amíg a Burleyé 36 hektárral csökkent 2017-hez képest. Előbbi fajtánál 18, amíg az utóbbinál 29%-kal volt kevesebb a betakarított termés mennyisége. A dohány felvásárlási ára a Virginia fajta csoportnál 2018-ban kilogramonként átlagosan 587 forint, amíg a Burleynél 483 forint volt. Ehhez képest 2017-ben 1 kg Virginiáért átlagosan 571, amíg a Burleyért 473 forintot fizetett a két nagy felvásárló társaság. Köszöntöm a stúdióban Bényei Illést, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnökét. Jó estét kívánok! Kezét csókolom, nézőknek jó estét kívánok! Elnök úr, minek tudható be ez a csökkenés? Hát sajnos a dohánytermelést sok irányból kedvezőtlen hatások érik. Mint a mezőgazdaságnak egy része, a dohánytermelés, az időjárás mindenféle viszontagságának ki van téve. Így a 2018 évi termelést a nyári időszakban egy rendkívül kemény aszály sújtotta. Ennek köszönhető a bejátszásban említett mennyiségi és minőségi csökkenés is. A időjáráson túl sajnálatos módon a foglalkoztatás, mint egy rendkívül kézimunkaigényes növényről van szó a dohány esetében. Ma már nagyon nehéz munkást szerezni ahhoz a kemény fizikai munkához, ami például nyáron a törési munkálatokat jelzi. Egyszerűen nem találunk már olyan embert a vidékeken, a kis településeken sem, aki egyáltalán el tudna jönni. Hát részben ez a közmunkának köszönhető, másrészt sajnos elvándorolnak építőiparba, egyéb olyan helyekre, ahol a egzisztenciájukat, hogy úgy mondja, jobban meg tudják valósítani, mintha helyben maradnának, és időszaki munkából élnének, mint például a dohánytermelés. A termelők száma is csökkent? Sajnálatos módon igen. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor 5855 hektáros kvótát kapott Magyarország. Ma, mint ahogy hallottuk a bejátszásból az elmúlt évben, 3253 hektár volt, ebben az évben 126 hektárral kevesebbre kötöttek a termelőink szerződést, és bizony a termelők létszáma is jelentős mértékben csökken. Az imént említett uniós csatlakozáskor még 1200 fölött volt a termékértékesítési szerződést kötőknek a száma. Ebben az évben
a 2019-es évre 700, valamivel több mint 700 termelő már csupán, aki szerződést kötött. Tehát arányait nézve egyrészről csökken a termő terület, másrészről csökken a termelői létszám is. Talán-talán szerencsés dolog az, és kis mentségünkre legyen szólva, hogy a termés mennyisége az imént említettek ellenére arányaiban nem csökken olyan mértékben, sőt talán tetten érhető némi fajdagos emelkedés is, mint volt ugye a jelzés a 2017-es esztendőben a 2 tonnát meghaladó átlagtermés volt hektáronként. Én azt gondolom, hogy ez már európai viszonylatban is elfogadható mennyiséget jelent. De hát itt még mindig 700 családról beszélünk, nem 700 emberről, és ennek a 700 családnak a jelentős hányada itt Szabolcs megyében dolgozik és él. Igen, hát egyrészt ez a 700 család, akinek a megélhetésében rendkívül mértékben a dohánytermelés jövedelmezősége a meghatározó, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok időszaki munkásnak a foglalkoztatását valósítja meg az az ágazat. Szinte nincs olyan termelő, aki a szerződése teljesítése során egy vagy akár több időszaki alkalmazottat ne foglalkoztatna. Mennyire befolyásolta a dohánytermelők tevékenységét az, hogy itt a dohányfermentálás, a feldolgozás megszűnt Nyíregyházán? Azt gondolom, hogy a hírek első hallatára azt túlzás lenne mondani, hogy pánikot hozott volna a termelők körébe ez az információ, mert elég meggyőző volt az a tájékoztatás, ami szerint a felvásárlás és a termeltetés továbbra is megmarad, mindössze a feldolgozás az, ami egy közel 20 ezer tonna per éves kapacitású üzemnek az egyharmadát, egynegyedét kihasználva. Úgy gondolom, hogy a fajlagos költségek kevésbé lettek volna gazdaságosak, ezért döntött úgy az OLT európai vezetése, hogy a Magyarországon megtermelt száraz dohányt azt Olaszországba, Assisibe, és azt hiszem, hogy Fiumicsébe, ez Dél-Olaszország, Nápoly környéki feldolgozó, ahol ennek a feldolgozása most történik. Mi az, amiben mégis érinti a termelőket ez a változás? Mi az, amit esetleg másképp kell tenniük, mint eddig? Igen, hát azt gondolom, hogy nálunk magyaroknál, de talán a világon mindenütt úgy van az, hogy ha egy megszokott környezetbe viszem be az általam megtermelt terméket, akkor az természetes, hogy azt a megszokott módon tudom teljesíteni a minőséget. Nos, ez az olaszországi kiszállításra került terméknél, hát az első évben, amennyire én tudom, a minőséggel különösebb gondok, problémák nem voltak. Sajnálatos módon viszont most már a következő évben a minőségnél keletkeztek problémák, és azt gondolom, ez csak részben köszönhető annak a munkaerőhiánynak, amelyiket éppen a dohány levelek válogatásakor szükség lett volna foglalkoztatni ahhoz, hogy ez maradéktalanul megtörténhessék. Én bízom benne azért, hogy az olaszországi feldolgozónak a minőségi ellenőrei is megelégedéssel tekintenek majd a magyar dohánynak a feldolgozására. Említette, hogy a tavalyi év időjárása meglehetősen kedvezőtlen volt a dohány tekintetében. Mi az, ami az idén történt, vagy mert hogy ez sem volt egy átlagos. Igen, azt kell mondanom, hogy az időjárás esetében, ebben az időben azt kellene kérdezni, mi az, ami még nem volt. Szóval ott kezdődött, hogy az ültetés egy rendkívül aszályos időjárás közepette, egy nedvesség nélküli talajba lett elkezdve. Az ültetés feléig sem jutottunk el, amikor megérkezett a várva várt csapadék, hát ennek nagyon megörültünk. Viszont... Kicsit sok lett? Nem lett sok, sőt, rögtön érkezett utána a hideg szél. Én nem tudom, az a bőti szelekből maradt meg, vagy mi történt, de olyan kemény szelek uralkodtak ez időtájt, és hideg szelek, hogy
a kiültetett dohányok részben nem tudtak fejlődni, másrészt a homokos területeken betakarta a dohányt, sivatagi látványképet mutatott. Ezt követően pedig, hála Istennek most már mondhatjuk, hogy nagyon jó meleg időjárás van, viszont olyan sok a csapadék, hogy egyszerűen nem tudunk a területre kimenni, gépi munkákat végezni, de a kézi kapálás is meggondolandó, mert mai nap is vannak olyan területek, amelyek nem bírják el nemhogy a gépet, hanem magát az embert sem. Ezek szerint az idei termés sem valószínű, hogy megjuti majd a 2017-es szintet. Mi az, amire számíthatunk támogatások tekintetében? Ugye közeledik az uniós támogatási ciklusnak a vége. Igen, hát 2020-ig szól az uniós támogatás, és tulajdonképpen a magyarországi nemzeti támogatás is eddig az ideig van meghirdetve. Nagyon reménykedünk abban, hogy a nemzeti támogatás megmarad, még abban az esetben is, ha esetleg nem sikerülne az uniós támogatásokat visszahozni, visszalopni az ágazatba. Annak érdekében, hogy ez a támogatás, ami volt korábban a 2015-ös évet megelőzően, hogy ez az unió részéről befogadásra kerüljön, elég komoly lobby munkát fejtenek ki a feldolgozók és a termelők által életre keltett tavaly előtti évben a Európai Dohánytermelők és Feldolgozók Szakmaközi Szervezete. Mikor várható ebben valami döntés? Azt kell mondanom, hogy már most látható az, és nem csak ennek a szervezetnek a munkájából, de tudok arról, hogy vannak olyan országok, amelyek azt a korábbi 68-as cikkeiként említett passzust, amelyik lehetővé tette a közös agrárpolitika szabályaitól eltérő módon történő támogatást, ez újra napirendre kell, hogy kerüljön a 2020 utáni költségvetési ciklusnál, és azt gondolom, hogy kellő indok az, hogy hagy döntse el az adott nemzet, hogy mely az a tevékenység, amelyik a mezőgazdaságon belül bármilyen indok, de az adott nemzetnek a legfontosabb, ő dönthesse el, hogy mi az, amit eltérít a támogatási oldalon. Ha ez megtörténik, akkor én azt gondolom, hogy hazai pályán meg tudjuk védeni a dohánytermelőket a jövő érdekében. Bényei Illés, remélem, hogy legközelebb jobb hírekről fogunk tudni beszámolni. Remélem, hogy ez így is lesz. Köszönöm, hogy ma nálunk járt. Én is köszönöm szépen.